Szép jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök Itthon-Otthon című magazin műsorunkat látják, amelynek első vendége Szóla Tibor polgármester úr, akivel az elmúlt hetek történéseiről fogunk beszélgetni. Jó estét kívánok, polgármester úr! És akkor kezdjük rögtön azzal, ugye, tehát a közelmúltban volt a közmeghallgatás, tehát ugye a Város 2018, azaz ez évi költségvetésének a megismertetése a lakossággal, illetve hát most már túl vagyunk a képviselőtestületi ülésen is, hiszen ugye február 15-ig ezt meg kell tenni. Tehát ugye van a városnak költségvetése, és akkor elsőként rögtön erről szóljunk néhány szót. Ugye látszólag egy magas összeggel gazdálkodhat a város ebben az évben, azonban ez egy kicsit csalóka lehet, hiszen olyan összegek, olyan források vannak benne, amik pályázatosak, de majd erről ön kicsit bővebben, hogy akkor hogy is áll össze az ez évi költségvetése a városnak. Ugye a idei költségvetési főösszeg nagyságrendileg egy 1,6 milliárd forinttal magasabb, mint a tavalyi. Ez már azért ilyen magas, mert ez évben végrehajtásra kerülő pályázati források, ezek benne vannak ebben a költségvetési évben már, és ez nyilván meg kell egyrészt a bevételi, másrészt a kiadási oldal is meg kell, hogy jelenjen. Ez ugye nagyjából egy 5,6 milliárd forint a főösszeg. Ami a adóbevételeket illeti, ez nem változik a tavalyi évhoz nagyságrendekkel. Annyi mondanék még hozzá, hogy a közmeghallgatáson én még arról beszéltem, hogy nagyságrendileg egy olyan 160 millió forintnyi mínusz volt a költségvetésünkben, és a közmeghallgatás és a költségvetés elfogadása között sikerült ezt nagyságrendileg megfelezni, vagyis hogy minden területen az önkormányzat, a hivatal, a gazdasági társaságok és az intézményeinktől is azt kértük, hogy óvatossággal, legfőképpen a 2018-19-es beruházásaink miatt próbáljunk meg egy picit a megtakarítás irányában lépni és törekedni. Nyilván ez nem jelenteti azt, hogy bármilyen szolgáltatás csökkenést elfogadhatunk magunk részéről, hanem egy észszerű, okos takarékosság, ami egyébként, hogyha nagyon egyszerűen akar fogalmazni, akár egy család életében is ott lehet, hogyha készül egy nagyobb beruházásra egy család, akkor ő is egy picit óvatosabban tervez. Én most ezt kértem a kollégáimtól, hogy próbáljuk meg ezzel az óvatossággal tervezni, pontosan azért, mert ez a volumen, amit itt azt hiszem, hogy össze is adtunk, nagyságrendileg egy 5 milliárdos fejlesztés várható ebben a két évben, és nyilvánvalóan az lenne a cél, hogy ha lehet, akkor mindegyik beruházást meg tudjuk valósítani, ne kelljen mondjuk pénzhiány miatt valamelyik beruházásról lemondani. Igen, és tulajdonképpen a közmeghallgatáson elhangzott az is, hogy adott esetben esetleg valami költséghatékonyabb megoldást is kell, vagy lehet majd választani, mert ugye, vagy ezek a pályázatok, amik most ugye megvalósulnak, ezek 2-3 évvel ezelőtt terveződtek, tehát ugye értelemszerűen az akkori árakkal, mert ugye gondolom másképp nem lehetett, és azért itt azért van, vagy voltak. Ilyen árváltozás volt. Van olyan eset, amiben ez pozitívan érint bennünket, hiszen például a fotovoltaikus rendszereknek az ára az elmúlt időszakban csökkent. Ott ez javítja a kivitelezhetőségét a beruházásnak, de azért ahol építési költség van az elmúlt időszakban, azért jelentős drágulások voltak az építőanyag árakban, és a kivitelező árakban is van nyilvánvalóan elmozdulás. Itt kértem azt a kollégáimtól, hogy a szakma szabályainak megfelelően próbáljunk meg a műszaki tartalomban egy olyan mozgást elérni, ami ha lehet, akkor lehetővé teszi, hogy az eredeti áron ezek kivitelezhetőek legyenek ezek a beruházások. Ismertetésre került ugye a közmeghallgatáson a leendő ipari park, ugye, ami majdnem minden beszélgetésünkkor szóba került, tehát itt most már egy nagyon közeli megoldás látszik, illetve elhangzott, hogy amennyiben a G-vel mégsem sikerül a megegyezés, akkor egy másik területen egy B terv valósul meg, de hogy az azért picit macerásabb, mint mondjuk, ha a telep helyett megkaphatná a város. Inkább úgy fogalmaznék, hogy nem tudja ugyanazt. Azokat az előnyöket nem tudja hozni. Most megint egy picit optimistább vagyok, mint ahogy a legutoljára nyilatkoztam. Kaptam egy telefont, ami arról szólt, hogy akkor ez még nem volt publikus, azóta ez most már publikussá vált, hogy a General Electric egy korábbi magas szintű vezetője, az megvásárolta a Lighting üzletágat, ez a lámpa üzletág, ez érinti a magyarországi gyárakat is,
és érinti azokat a telephelyeket is, ami ebben a csomagban benne volt. Ez azt jelenti, hogy a mi telephelyünk is, a Nánási telephely is ebben a csomagban van, vagyis hogy most már van egy húsvér gazdája, aki egyébként ismeri a szituációt, ismeri azt a helyzetet, amiben mi vagyunk, és a mostani tudásom az az, hogy a március 5-i héten személyesen tudok találkozni a tulajdonossal, és így első körben nem zárkozott attól el, hogy akkor kinyissuk ezt a tárgyalást. Én nagyon bízom benne, hogy egy jó tárgyalást tudunk lefolytatni, és nem csak jó lesz a tárgyalás, hanem eredményes is. De hát nyugtával a napot, majd ha megfogtuk a nyuszit, majd utána örüljünk neki. Egyelőre csak arról tudok beszámolni, hogy él a kapcsolat, van kivel tárgyalni, és hajlandó is tárgyalni a telephelynek az átadásáról. A költségvetésben, ugye, tehát egy jó rész ugye a beruházások, pályázati források, és van ugye a másik rész, ahol ugye normatívákat kap az önkormányzat. E területen mi újság? Elégedettek vagyunk, gyakorlatilag ugyanazok érkeztek, ami mondjuk az elmúlt évben, vagy pedig vannak változások, esetleg plusz, vagy netalán kevesebb támogatás, mint volt. Itt inkább megint folyamatokról kell beszélni. A intézményi normatívák jelentős mértékben javarészt javultak, mondjuk így. Ez nem jelenti azt, hogy nominálisan is nőtt a normatíva, mert eközben, miközben a normatíva az javul, az egyfőre első normatíva javul, a gyerek létszám viszont csökken, emiatt ez azt eredményezi, hogy kevesebb pénzt kap az önkormányzatunk egy adott feladatra, miközben egyébként az egyfőre első normatíva nő. Egy esetben van egy jelentős csökkenés, az elmúlt időszakban a városban nőtt az adóerő képesség. Ez azt jelenti, hogy a városnak abban élő emberekre kivetített adóerő képesség az nőtt. Emiatt a szociális támogatásokra jutó forrás az csökkent, mintegy 80 millió forinttal. Azért az egy jelentős szám. Ez az elmúlt időszakban nekünk egyébként pont az ellentett tétes irány volt, akkor csökkent az adóerő képesség, és nőtt az a támogatás, amit a önkormányzat kapott. Most gyakorlatilag tulajdonképpen örülnünk kellene neki, az azt jelenti, hogy a városból beérkező adóbevételek, ebből következik ugye a jövedelem is, a jövedelem az nőtt a településen, emiatt az önkormányzathoz érkező állami támogatás az csökken, ebből következik. Ez nyilván fog némi feszültséget okozni a költségvetésbe, de azt gondolom, hogy mint ahogy eddig is, megoldhatóak ezek a problémák. Nyilván több pénzből könnyebb gazdálkodni, kevesebb pénzből azért nehezebb. Nehezebb. Maradjunk még a közmeghallgatásnál, hiszen azért voltak hozzászólók, és érdekes megfigyelni, hogy már évek óta szinte ugyanazok a témák merülnek fel, utcák, utak, járdák, fakivágások és hasonló témában vannak hozzászólások. Nem is kevesen voltak egyébként, főként a peremkerületeken lakók élnek kifogással bizonyos dolgok iránt. Ez teljesen természetes. Én azt gondolom, hogy ez egy mezőváros, egy nagy kiterjedésű település, 6500 háztartás, és természetesen, sajnos azt mondom, hogy természetesen nem tudunk minden problémát egyik évről a másikra kezelni. Sőt, van olyan probléma, amit kiderült, hogy évek alatt sem sikerült kezelni magát a problémát, ami neki nyilván nem örülök, sokkal jobb lenne azt mondani, hogy múlt évben megkerestek ezekkel a problémával, és tessenek megnézni, és már minden rendben van. De ettől messze vagyunk szerintem, és még sokáig messze leszünk, hiszen az a ritmus, ahogyan ez a nagy, közel 100 kilométeres úthálózatrendszer, járdarendszer képes évről évre romlani, sajnos nem tudunk annyit költeni, hogy legalább ilyen mennyiségű, vagy nagyon mértékű felújítást tudjunk végrehajtani, akár a járdákon, akár az útjainkon. És én azt gondolom, hogy ezek a felvetések nyilvánvalóan jogosak, és hiába beszélünk mi nagy beruházásokról és nagy kivitelezésekről, hogyha az egyszerű ember, a városi ember úgy éli ezt meg, hogy bizony ő előtte a járda az járhatatlan, és valamit kell vele tenni. Én azt gondolom, hogy nem jelenti azt, hogy ne kellene erre odafigyelni, sőt kifejezetten, bár azt gondolom, hogy például a 2018-as évben most van egy 32 millió forintos járda felújítási program, amit a Belügyminisztériumtól nyertünk. Jönni fog a kerékpárutas fejlesztés, abban elég sok út meg tud újulni, meg tud javulni. De én bízom benne, hogy ebben az irányban is tudunk azért nagyobb ütemben tovább haladni.
Ugye fölmerült az a kérdés, hogy miért erre pályázunk, és miért nem ilyen, ilyen jellegű fejlesztésekre. Ugye azt tudni kell, hogy azért ez ennyire nem szabadon választott gyakorlat. Konkrétan akkor, amikor a pályázati rendszerben lehetett pályázni, még járási szinten is megvolt, hogy milyen keretekre lehet pályázni, és ebben mi igyekeztünk azért nagyon széles körben meghatározni azokat a célokat, amelyekben gondolkodunk, de én azt gondolom, hogy ez nem így merül föl, és nyilván, hogyha valaki nem látja ezt a rendszert, akkor fölmerülhet, hogyha már van pályázati lehetőség, akkor mondjuk miért nem út és miért nem járda felújításra pályázunk. Azért, mert ilyen jellegű felújításra nem lehetett pályázni, és ahol meg lehetett, mondjuk kerékpárútot, ott pályáztunk és igyekszünk ezt. De hogyha mondjuk van egy ilyen zöldváros rehabilitációs pályázat, ami egyébként elég nagy megkötésekkel lehet pályázni, az csak a központban tudtuk megvalósítani, és itt most egyébként az Adyenre lakótelep közvetlen környezete fog megújulni. És én azt gondolom, hogy azt azért nehéz mondani, hogy ne félne rá arra a környezetre a teljes megújítás, de mondjuk jogosan veti föl valaki mondjuk a Szabadság utcán, vagy a másik, mondjuk azt, hogy a perem részeken lévő utcán, Attila utca hogy nála egyébként miért nem történik meg ez a felújítás. Én azt gondolom, hogy egyszerre nem lehet mindent. Itt is azt tudom mondani, hogy kell egy szisztematikus terv, ami alapján megyünk sorba és megyünk végig, és ebben a legfontosabb a lehetőség, hogy hol van pályázati lehetőség és mire lehet pályázni. Én azt gondolom, hogy nagyon sok munka van ezekben az előkészítésekben, és itt egyébként a közmeghallgatáson is megköszöntem, és itt most is csak megköszönni tudom azoknak az embereknek, akik részt vettek egyébként az előkészítésben. Szóval ne felejtsük el, még 2012 környékén, amikor a integrált városfejlesztési stratégiát csináltuk itt épp a műfázba, ahol egyébként százas nagyságrendben vettek részt a város lakói, a nyugdíjasoktól, a pedagóguson keresztül, az egyszerű városi polgárokig nagyon sokan megtiszteltek bennünket, és ebben a stratégiaalkotásban részt vettek, és ugye tulajdonképpen ott alakult ki az a prioritás, hogy akkor milyen célokra kellene pályázni, miket szeretném megvalósítani. Ezt folytattuk aztán az integrált településfejlesztési stratégiánál, ez 2015-ben történt ennek az elkészülte, és tulajdonképpen a pályázatoknak az előkészítésében ezeknek nagyon fontos szerepe volt. És hogyha megnézzük, egyébként a 2012-ben elindított stratégia jelentős része megvalósult, ami most meg lett frissítve 15-ben. Én remélem, hogy ezek a fejlesztések elkészülnek, ezeknek is jelentős része benne van. Én ezért hívom a város lakosságát, hogyha van ilyen stratégiaalkotás, és mondjuk valakinek vannak elképzelései, és remélem egyre több lánási embernek van, akkor el kell jönni ezekre az alkalmakra, és szerintem ott azokat ő számukra fontos ügyekben véleményt kell formálni, és szerintem ezeket be lehet építeni ezekbe a stratégiákba. Mindenféleképpen, de még maradjunk egy picit, ön is említette, de tényleg csak egy mondat erejéig, hogy amiről szólt itt, hogy ez az utóbbi két perc, hogy tehát, hogy mire pályázhat, tehát mire pályázik, milyen pénzeket próbál megszerezni a város fejlesztése érdekében, és akkor ugye itt konkrétan a Hunyadi utcára a tervezett rendezvény és vagy sport és rendezvény csarnok volt, ami esetleg sokaknak talán nem tetszik, mert miért van szükség még egy sportcsarnokra, hiszen épül a gimnáziumnak, ott van a Somorjai, van a tornaterme a református általános iskolának, illetve az iskola utcán, illetve hát minden iskolában ezen túlmenően. Egyetlen egy iskola van, ahol viszont nincs tornaterem, hogy ez az Óvoda utcán, a Bocska iskola Óvoda utcai székhelye. Azért erről a rendezvény és sportcsarnokról, bár szóltunk már róla, de mondjuk el, hogy gyakorlatilag ugye ez még csak nem is uniós forrás, hanem egy más forrásból készül, és azért ez a városnak is jó. Nem beszélve az iskolákról. Én egészen biztos vagyok benne. Ugye fölmerült az, hogy biztos, hogy kell-e ennyi sporttér egyébként a városba. A véleményem az, hogy igen. Attól függ, hogy hogyan gondolkodunk. Ugye a mindennapi testnevelés miatt egy elég komoly terem szűke van a városban. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi csoport tanuló létszámok esetében vagy megosztottan
tudják csak a tornatermeket igénybe venni, vagyis hogy egy fél teremnyi tornaterem jut egy osztálynak, és így is nagyon nehéz kiadni. A mostani gyakorlat azt mondja, hogy a nánási egyesületek egyébként átjárnak Dorogra is, mert nincs annyi terem, amit tudnának használni. Ebben a tekintetben egészen biztos vagyok, hogyha a nappali időszakot is tudjuk hasznosítani, és a sport egyesületek számára még nagyobb mozgástér lesz, akkor ez egy helyes fejlesztés. És hozzá kell tenni, hogy alapvetően azt nem mondanám, hogy dánási önkormányzati pénz nincs benne, de mi egy telket tudtunk hozzáadni, és most ugyan szerepel a költségvetésben egy 50 millió forintos hitelkeret, de én azt gondolom, hogy ezt csak a legvégső esetben szeretnénk igénybe venni. Ugye maga ez a beruházás az a társasági nyereségadó keretei között fog mostani tudásom szerint több ütemben elkészülni. Először a sportcsarnok része, majd lesz egy ilyen elalakú rész, ami ilyen kiegészítő helyiségeket fog magában hordozni. Ennek a sportcsarnok részéhez megvan a társasági nyereségadó, ez olyan 600 millió forintnyi összegről beszélünk. Mi ehhez adtuk az ingatlant, és a Nemzetgazdasági Minisztériumtól pedig 60 millió forintot kapott a sportegyesület. Ugye itt megint a konstrukcióról beszélve, itt a hagyományos kézilabda, női kézilabda egyesület pályázik. Hogyha elkészül a sportcsarnok, akkor az önkormányzat fogja üzemeltetni 15 évig, és 15 év után kerül az önkormányzat tulajdonába a csarnok. Ez a konstrukció. Ebben, hogyha van egy kis szerencsénk, akkor tulajdonképpen egy telekkel tudunk egy olyan sportcsarnok építést generálni, ami egészen biztos vagyok benne, hogy a város egészének a javát fogja szolgálni. Egyrészt a sport része, másrészt ugye ez egy 600 fő lelátóval rendelkező sportcsarnok lesz. Én azt gondolom, hogy egyéb más városi rendezvényekre is alkalmas közösségi tér lesz. Tehát gyakorlatilag ugye a város tulajdonában megy át, tehát jó, 15 év után akkor már biztos rá fog majd férni némi kis felújítás, de hát azért ez azért jelentős vagyongyarapodást is jelent. Így van. Én azt gondolom, hogy egyébként igen. A mostani, tehát az egészen friss februári képviselőtestületi ülésen is sok minden elhangzott volt, de mondjuk egy-két mondat erejéig térjünk ki. Ugye itt véglegesült az, hogy az első lakáshoz jutók támogatása, tehát az önkormányzat támogatja valamilyen formában az első lakáshoz jutókat. Tehát ugye ez is egyfajta, ugye még a lakás koncepcióban megfogalmazott köszön most vissza ebben az önkormányzati rendeletben. Igen, tulajdonképpen a nánási fiatalok számára azért az elmúlt időszak egy elég mozgalmas lakhatás szempontjából, mozgalmas intézkedés sort hordoz magába. Ugye most van a napokban átadás alatt az a 16 lakás, amihez a bérlő kijelölés már meg is történt, ami azt jelenti, hogyha az elektromos órákat felszerelik, akkor költözhetnek be a fiatalok. Bocskai 79, bocsánat. Így van. Csak. A reményeink szerint az év második felébe a másik 16 lakásnak az átadása is meg fog történni, illetve ebben a pályázati csomagban az esélyotthon program keretei között a 98 szám alatti 15 lakás, mert ugye ott van egy nem önkormányzati tulajdonú, fog úgy megújulni, hogy ott egy egészen speciális célközönséget fog majd keressünk. Ez azt jelenti, hogy 25 év alatti fiatalok, akik egyébként hosszú távon nánáson képzelik el az életüket, és a munkaerőpiaci helyzetük megerősítése szempontjából a lakhatás számukra fontos. Ez azt fogja jelenteni, hogy 25 év alattinak kell lenni, aki oda beköltözhet. Elég speciális lesz, hiszen ez egy berendezett lakást fog jelenteni, konyhával, informatikai eszközzel és bútorral ellátott lakások lesznek. Gyakorlatilag nem kell fizetniük bérleti díjat, de együtt kell működniük egy olyan programban, ahol a munkaerőpiaci versenyképességüket fogják javítani, és ezért még egy jelentős pénzbeli támogatást is kapnak egy éven keresztül. Ez egy igazán jó lehetőség lesz a 25 év alatti nánási fiatalok számára, akik egyébként rosszabb távon nánáson képzelik az életüket. Tehát ugye ez egy, bocsánat, igen? Tehát ez egy támogatott. Ez egy program. Program. 200 millió forintot nyertünk rá, amiből 100-at lehet az épület felújítására költeni, a másik 100 millió forint durván pedig ezekre
a programelemekre lehet majd elkölteni, vagyis a nánási fiatalokra lehet majd elkölteni, hogy ők ne akarjanak elmenni ebből a városban, hanem itt akarjanak letelepedni, és itt akarjanak dolgozni. És ehhez jön még most az a döntés, ami arról szólt, hogy a 2018 év második felében elindítjuk a első lakáshoz jutó támogatást, újra indítjuk, mert korábban volt ilyen, amire most 10 millió forintot tettünk félre, és az első körben azt mondtuk, hogy 30 év alattiak. Novemberig nem fog elfogyni ez az összeg a 30 év alattiak számára, akkor ki fogjuk nyitni nagy valószínűséggel a lehetőséget a 35 éves korosztályig. Igazából ugye ez nagyon nehéz megmondani, hogy hol van a jó határ. Itt most, mivel csak 10 millió forint van ebben a rendszerben most, emiatt van egy picit a belépési életkor picit leszűkítve, de én azt gondolom, hogy ez egy próbaévnek alkalmas lehet, és a következő évben, hogyha a tapasztalatok azt mutatják, és lesz hozzá pénzügyi forrásunk, akkor tudunk ezen a, úgymond a belépési küszöbön az életkoron egy picit emelni. Még egy picit az esély, én most esélyháznak neveztem el a másik tömböt, ott megvan határozva, hogy mennyi ideig vehetik ezt igénybe, akik erre nagyon pályáznak? Nagyon pontosan megvan határozva, és nagyon nehéz lesz ezt ezeket a feltételeket teljesíteni, mert nagyon sok mindennek kell egyszerre találkoznia. Én azt gondolom, hogy nem lesz egy egyszerű vállalás, de én örülök nagyon ennek a fejlesztésnek is, hiszen ez az elképzelés, ezek az intézkedések mind-mind azt szolgálják, hogy nánási fiatalként lehessen nánáson tervezni, és lehessen hosszabb távon nánásban gondolkodni. Szintén a februári képviselőtestületi ülésen volt napirenden a nánási portékának a védjegy használatnak az újragondolása vagy szabályozása, kibővítése, egészen pontosan miért került erre sor és mi is ez? Ugye eddig a szabályozás úgy szólt, hogy minden évben meg kellett újítani ezt a engedélyt, ennek a védjegyrendszernek a használatát. És erre azt mondták a kollégám, és én is egyet értek vele, hogy ha lehet, akkor ezt az adminisztrációs tehet csökkentsük. Ne kelljen minden évben, hanem csak két évente próbáljuk meg ezt a logikát. Én azt gondolom, hogy ennyi történik. Ugye eddig tulajdonképpen ahhoz, hogy valaki használhassa a nánási portéka védjegyet, évente kérelmezni kellett és meg kellett felelni a feltételrendszernek. Most tulajdonképpen, hogyha ez a változás megtörténik, akkor elég lesz két évente ugyanazt a procedúrát végigjárni. A közelmúltban több delegáció is járt Hajdunánáson, elsősorban nemzetközi delegációkra gondolok. Azt hiszem, ezek közül az egyik legfontosabb volt az OECD, ez a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet delegációja. Még január végén jártak Hajdunánáson. Ők milyen célul érkeztek hozzánk? Tulajdonképpen ez egy országot érintő ellenőrzés volt, hogy a európai uniós forrásokat azt hogyan használja fel a magyar kormány. Ugye ebben az elmúlt években egy elég fajsúlyos költségvetési hely volt a közfoglalkoztatási programoknak a finanszírozása, és tulajdonképpen mint jó gyakorlatot ajánlott a belügyminisztérium bennünket, és így érkeztek ide ezek a szakemberek hozzánk. Milyen véleményük volt? Hát gondolom azért picit beszélgettek, tehát a látogatás után, és azért leültek, és volt beszélgetés. Ugye a Nemzetgazdasági Minisztériumból kísérték őket a kollégák, és hát egy ilyen ellenőrzés azért ez nem egy ilyen kérdéseket tesznek föl, mi ezek a kérdésekre próbáltunk választ adni. Bár a helyzetnek ahová kiforogta magát, és ahogyan a végén búcsúztunk egymástól, nekem az volt a meglátásom, hogy ők is föloldódtak egy picit. Talán épp az egyik kollega mondta, hogyha nem látja, hogy most éppen ott a végén fotózkodunk együtt a teremben, akkor nem hinné, hogy ilyen jellegű ellenőrzés folyik. Nyilván ez egy kicsit olyan feszesebb szokott lenni. Igazából szerintem a jó gyakorlatokat próbáltuk megmutatni, és azt a logikát, ahogy itt Hajdunánáson felépítettük ezt a közfoglalkoztatási programot. Nagyon sok kérdésük volt. Különösképpen nem kommentálták az elhangzottakat. Én inkább ebből a feloldódásból gondoltam azt, hogy olyan nagy kifogásuk a programjaink ellen nem volt. Közbevetőlegesen ugye ez a közfoglalkoztatást érintette javarészt az idei évre, nagyon röviden. Mekkora keretösszeg áll rendelkezésre, mennyi ebből az önrész, illetve körülbelül mennyi ember foglalkoztatását teszi majd ez lehetővé?
Én most forintra pontosan ezt nem tudom megmondani, ugye nagyon sok programelem van. Azt tudom, hogy 500 környékén van az egész évben a foglalkoztatotti létszám. Ez sokkal kisebb, mint ami korábbi években volt. És én azt gondolom, hogy az utóbbi időszakban többször is találkozva azokkal a szakemberekkel, akik az egész országos helyzetet látják, tulajdonképpen arról tudok beszámolni, hogy itt a munkaerőpiaci helyzet azt hozza, hogy nagyon dinamikusan ürül ki a közfoglalkoztatási rendszer, pontosan azért, mert egyre több embernek tudnak ajánlani az elsődleges munkaerőpiacon nagyságrendekkel nagyobb bér feltételeket, mint amit a közfoglalkoztatási programokban kaphatnak az emberek. És azt gondolom, hogy ez egy jó hír. Ez azt jelenti, hogy az emberek nagyobb fizetésért tudnak dolgozni az elsődleges munkaerőpiacon, ami azt fogja magával hozni szerintem nálunk is, hogy belátható időből ezek a programok, azok a pár évvel ezelőtti nagy közfoglalkoztatási programok, azok vagy meg fognak szűnni egy-egy programelem, vagy szerintem szép lassan vissza fog állni arra normális helyzetre, amikor nem 1000 környékén, hanem inkább 100 környékén van a közfoglalkoztatottaknak a létszáma. És az is látszik, hogy a értékteremtő közfoglalkoztatás területén, főleg a mezőgazdasági programokra gondolok, itt majd hoznunk el egy sor olyan döntést az önkormányzatnak, ahol majd arról kell gondoskodnunk valamilyen formában, hogy ezekben a programokban elindított foglalkoztatási elemek, azok hogyan vihetőek úgy tovább, hogy lehetőség szerint ezek az önkormányzat számára ne jelentsenek terhet. Szintén a Kenderes Kerthez kapcsolódik egy másik delegáció. Finnországból járt nálunk egy delegáció, ők is a Kenderes Kertet tekintették meg, ők hogy kerültek hozzánk? Én azt mondanám, hogy nem feltétlenül csak a Kenderes Kertet. Ugye a Kenderes Kert az állattenyésztésnek és a zöldségtermesztésnek a helyszíne. Igazából amiért hozzánk érkeztek, ugye van egy együttműködésünk a Debrecen Egyetemmel, és ezen belül Prokis tanár úr, a Prokis József professzor úr, aki az élelmiszer innovációban egy szaktekintének számít, nem csak megyei, hanem ezek szerint már az ország határt is átlépve. Neki nagyon jó finnországi egyetemi kapcsolatai vannak. Egy egyetemi delegáció járt itt Finnországból, és ő azt gondolta, hogy érdemes elhozni őket ide Hajdunánásra. Azt nézték meg, hogy mi milyen logikával és hogyan építjük fel azt a rendszert, amiben nyilván a nánási portéka volt fajsúlyosan. Az a közösségi gondolkodás és az a közösségi gazdálkodás, amit csinálunk, akár a gulya szervezés közösségi alapon, a közösségi vágóhídat nézték meg, és azt a kis húsüzemet a bolttal, ami most már működik a városban. És ugye nagyon fontos, hogy ezekben az esetekben legfőképpen nem a profitorientáció a legfontosabb, hanem egy non-profit alapon olyan gondolkodást próbálunk behozni a hétköznapokba, hogy ne hogy a minőséget próbáljuk meg középpontba állítani. Ugye ez nagyon sokan azt gondolják, hogy ez egy megfizethetetlen kategória egyébként. Szóval a biotermékek ma Magyarországon azok van úgy, hogy 2-3-szor annyiba kerülnek, mint egy konvencionális termék. Mi most ezt Hajdunánáson mondhatjuk azt, hogy megengedhetjük magunknak, hogy nagyságrendileg azon az áron lehet ma bioterméket vásárolni Hajdunánáson, mint egy konvencionális, egy pici többlet ár van rajta. Ez most fölmerült a testületülésen is, hogy egyébként mondjuk ennek a húsboltnak a termékei azok miért drágábbak mondjuk, mint egy átlag hústermék. Én nyilván azt a választ tudom adni, hogy egy ilyen ökológiai gazdaságnak a működése nagyon szigorú feltételek között kell, hogy történjen. És nyilván ezek az itt termesztett növények, vagy az itt tartott állatoknak a fejlődés időszaka sokkal hosszabb, mert azokat a hozamfokozókat mi nem tudjuk és nem is akarjuk alkalmazni, amit egyébként egy konvencionális gazdaság alkalmazhat. Azok az állatfajták, amiket mi tartunk, ezek őshonos magyar állatok legfőképpen. Ezeknek a készre, amire elkészül vágóállatként, van úgy, hogy 2-3-szor annyi időbe kerül, mint egy intenzív állatfajta. Ebből következik, hogy drágább, de lényegesen jobb minőségű termékeket lehet belőle állítani. És végezetül szintén az elmúlt napokban Hajdunánáson egy japán sportdelegáció járt. Mit tudunk erről?
Pénteken érkezett hozzánk egy nagyjából 45 fős japán delegáció. Japánban készülnek a Tokiói olimpiára, ezért mondhatjuk azt, hogy japán sport lázban ég, és keresik azokat a sportkapcsolatokat, amely legfőképpen azokban a sportágakban, amiben ők fejlődni szeretnének, jó lehetőség számukra. A kézilabda ilyen, és nánás az itt folyó szakmai munka az eljutott Japánba is, mint hír, és más egyéb japán kapcsolatainkon keresztül az a döntés született, hogy 3 napra egy férfi és egy női válogatott. Ez Osaka környékén lévő 6 tartománynak a kézilabda válogatottja járt itt nálunk, női férfi vonalon, edzőkkel, és tulajdonképpen azt gondolom, hogy nagyon tartalmas, bő 3 napot töltöttek itt nálunk, és én nagyon bízom benne, hogy ennek is lehet folytatása. Én is ki szeretném emelni, hogy ez tipikusan egy jó szakmai együttműködés lehet, ahol reményeim szerint egyrészt elvitték a kézilabda szakmai eredményeket a városból, és én nagyon bízom benne, hogy a mind a férfi, mind a női vonalon jó tapasztalás volt a mi játékosainknak is ezekkel a csapatokkal megmérkőzni. És akkor Toyama mellett szélesedhet a kapcsolatrendszerünk. Ez így van. Polgármester úr, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen és a lehetőséget.